kormány azt ígérte, hogy senkit nem hagynak az útszélén, és a devizahiteleseknek mentőövet fognak nyújtani. Ehhez képest most ismét egy kilakoltatásra kellett érkeznie a Mi Hazánk mozgalomnak és a Magyar Önvédelmi Mozgalomnak, hogy segítsünk egy-két gyermekes családnak. Most várakozunk arra, hogy mi fog történni, és Fiszter Zsuzsanna szakpolitikusunkkal, jogászunkkal igyekszünk megakadályozni azt, hogy egy újabb magyar család kerüljön az utcára. A Mi Hazánk mozgalom képviseletében újból egy kilakoltatáson járok itt Budapesten. Hiába minden erőfeszítésünk, ugye már többször benyújtottuk azt a határozati javaslatunkat, hogy a kilakoltatási moratóriumot be kellene vezetni. Ezt idén tavasszal is megtettük, de a bizottságülésen ezt teljes egészében lesöpörték, így a kormánypárt ugye nem támogatta azt, hogy ebben az évben a kilakoltatások szünetelve legyenek, így ez felháborítja. Háborítónak tartjuk, egyrészt azért, mert amíg a devizahitelesek ügye nem rendeződik, addig az összes végrehajtást, illetve a kilakoltatásokat fel kellene függeszteni, illetve ami ez a konkrét ügyre vonatkozik, az az, hogy mélységesen felháborító az, hogy egy minimális összeg miatt kerülnek kilakoltatás szélére családok. Itt is például 22 millió forint járna vissza tudomásunk szerint az adósnak az ingatlan vételárából, ami 35 millió forint volt, így lehet látni, hogy mindenféleképpen mielőbb módosításra szorul az ingatlan elverezési rendszer. Itt a végrehajtás helyszínén, a kilakoltatásnál megjelentek egyébként a végrehajtók már, most éppen az árverési vevőt és a karhatalmat várjuk a továbbiakban. A társasház és az ingatlán maffiának a képviselői, de most itt vannak kint a lépcsőházban, megérkezett közben az árverési vevő is, most jelenleg próbálnak egyezkedni. Te már párszor, hogy fejezze be, jó? Kilakoltatás mára szerencsésen elhalasztódott. Véleményem szerint azért történt meg ilyen pozitívan ez a kilakoltatás, mert ténylegesen összegyűltünk itt, és nyomást gyakoroltunk a jelenlévő végrehajtókra és az árverési vevőre is. És ennek következtében szerencsésen egy konszenzusra tudtunk jutni, ugye az adóssal, Dóró Dórával, és mi megpróbáltunk ráhatással lenni a végrehajtóra és az árverési vevőre, hogy kapjanak haladékot a adósok a mai kilakoltatásról. Ezt meg is kapták szerencsére, és sikerrel tudom ezt a mai napot kommunikálni. A mai árverésen itt volt az árverési vevő. Igen. Milyen konszenzust hoznál, vagy ilyen? Igen, az árverési vevő pozitivitásának köszönhetően meg tudtam védeni a két gyereket attól, hogy azt a traumát átéljék, amit ez a 80 vádlott szeretett volna látni. Tehát ennek ezért örülök, hogy sikerült pozitívan lezárni, mert ezáltal a gyerekeimet meg tudtam védeni. És akkor lényegében ugye egy hét haladékot. És akkor kaptunk ugye egy hét haladékot születésnapomra, 25-én, 12 órakor lesz a következő eltávolítási akció. Én így nevezem. Tehát színlelt végrehajtás, ahol a rendőrség immár bevonható, ahol kijöhet a rendőrség, elviheti a bizonyítékokat, amit valójában nem itt tartok, de ők azt hiszik, hogy a házban van. Tehát a magánakciójukat úgy gondolták, hogy a végrehajtó és a rendőrségen keresztül viszik véghez. De jelen esetben ez meghiúsult, köszönhető ugye Fiszter Zsuzsannának, Dóró Dórának, a MÖM-nek, és mindazoknak a jelenlévőknek, akik itt vannak, és még egyszer ezt nagyon köszönöm, és a gyerekeim nevében, és a családom nevében is köszönöm. Mint ahogy néhány héttel ezt megelőzni egy kilakoltatás, folyamán megígértük, élére fogunk állni mi
Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjai az igazságtalan kilakoltatások elleni harcnak. Mai nap folyamán is itt álltunk, és itt állunk a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjaival, és arról tudok beszámolni, hogy is eredményes volt a mai kiállásunk. Összefogtunk, és meghátrálásra kényszerítettük azokat a sötét erőket, akik gőzerővel dolgoznak azon, hogy minél több magyar honfitársunk kerüljön az utcára, és váljon kilátástalan élethelyzet áldozatává. Továbbra is számíthatnak ránk a honfitársaink, keressenek bátran bennünket. Kapacitásunk még van, hál' Istennek egyre többen leszünk, egyre többen fogunk össze ebben az országban, és nem fogjuk hagyni, hogy elvegyék tőlünk az életterünket. Megmutattuk azt, hogy létezik nemzeti ellenállás Magyarországon. Innentől kezdve a sértett és Erika a védelmünk alatt fog állni. Nem fogjuk hagyni azt, hogy bármilyen bántódásra essen. Úgyhogy itt van most a kezem alatt, gyakorlatilag védeni fogjuk őt, úgyhogy létezik a nemzeti ellenállás, csak így tovább. A mai napon a Mi Hazánk Mozgalom képviseletében jártam egy kilakoltatáson Dúró Dóra, az országgyűlés alelnökével, egyetemben és a Magyar Önvédelmi Mozgalom és civilekkel voltunk jelen egy 8. kerületi kilakoltatás helyszínén, melynek egyébként az ügyháttere nagyon szövevényes, egyrészt banki hiteltartozás is van, elévülésnek a lehetősége is felmerült, illetve itt még ilyen társasház maffia is nem kizárt, hogy jelen volt ebben az ügyben. Amikor megérkezett a karhatalom, a végrehajtó és az árverési vevő, akkor szerencsére a ráhatásunkkal és a jelenlétünkkel, meglátásom szerint, ennek következtében sikerült haladékot kapnia az adósoknak, és nem kellett a mai napon elhagyni az ingatlanjukat. Ezt közös megegyezésen alapult ez a döntés, hogy a gyerekekre való tekintettel még kapjanak haladékot, és ne ezen a napon kelljen elhagyni az ingatlanjukat. Szerencsére ez sikernek lehet kommunikálni, hogy sikerült elhalasztani ezt a mai napi kilakoltatást. A Mi Hazánk Mozgalom határozott álláspontja pedig az, hogy már réges-régen mind a devizahitelszerződések esetében a kilakoltatásokat fel kellene függeszteni, egyetemben a végrehajtási eljárásokkal is, amíg ugye a devizahitel károsultaknak az ügyére nem kerül pont, illetve minél előbb, ami ez az ügy is egyébként nagyon jól rávilágít, mielőbb meg kellene reformálni az ingatlan elverésekre vonatkozó rendelkezéseket, ez is megint csak veszteséget okoz az adósoknak, ezt mielőbb fel kell számolni, ezt az ingatlan maffiát, és végre rendbe kell tenni a végrehajtási rendszert, aminek az alappillére annak kellene, hogy legyen, hogy non-profit legyen újra a végrehajtás, és minden egyéb kisebb rendelkezéseket. A Mi Hazánk Mozgalom pedig a továbbiakban is kiáll a kilakoltatott emberek oldalán, és az igazságtalanul bajba jutott adósok oldalán is a jövőben.